Ha jól tudom, akkor 2005 óta létezik ez a bizonyos program, hogy kutatók éjszakáját megrendezik szeptember utolsó péntekén, sőt az idén már szombaton is vannak olyan helyszínek, amik úgymond kinyitnak. Itt a Kanizsai Dorottya Gimnáziumnak a laborjában mi a harmadik szezont nyitjuk, és minden évben valami témaköré próbáljuk csoportosítani azokat a kísérleteket, jelenség, magyarázatokat, amivel várjuk az érdeklődőket. Az idén, mivel ugye tavaly volt az iskolánk 100 éves, és arra 100 kísérletet és 100 találmányt összeszedtünk, minden évre egyet az elmúlt 100 évből, most azt gondoltuk, hogy ebből csemegézünk, és ezt mutatjuk meg azoknak az érdeklődőknek, akik hát az iskolai zárt körű rendezvény miatt úgymond ebből kimaradtak. Ami érdekessége lesz a mai programnak, hogy egyszerre két tanár fogja tartani az órát, mégpedig két digitális táblán fogjuk mutatni a kis tablóinkat, és egyik oldalon a biológia-kémia, másik oldalon pedig a fizika és matematika tárgyhoz kapcsolódó tudománytörténeti beszámolók, illetve kísérletek lesznek. Amit még talán kiemelnék, hogy ha már egyszer itt vagyunk Szombathelyen, akkor megpróbáltuk azokat a tudósokat kiszedni abból a 100-ból, akit a tavalyi év során úgymond előszedtünk és megnéztük a dolgaikat, akik Szombathelyhez vagy valami módon Vas megyéhez kapcsolódnak. Éppen az elsőhöz egy fekete karton kell, amit hogyha összehajtunk, akkor egy kis hézagot vágtam rajta, és ebbe egy CD-ben ezt fogunk belerakni. Azt fogom tenni, hogy így csoportonként, ahogyan önök egyet-egyet adni, mindenki szívesen itt adni. Jó, akkor ide adok egyet, és akkor itt is már át kell adni egymásnak, és mivel most már visszaadom rögtön jól, tehát akkor itt közelebb vagyok hozzátok, hogyha ebben az ember belenéz, úgyhogy a pici nyíráson, tehát ezen a kis résen tud bejönni a fény, várját egy szíves kapcsolatfelítást, mire megadok köszönöm, akkor valamilyen fényforrás felé tartva, tehát ez lehet akár a napfény és akkor az ablak felé tartjuk, vagy akár valamelyik benti világított test felé tartjuk, akkor nagyon szép szivárvány színeket lehet látni, hogyha ki lehet próbálni nyugodtan, jó? Tehát úgy, hogy kinyitjuk, és a résbe nézünk, ebben nagyobb fati, tehát a nyílásban nézünk bele, csak úgy, hogy ugye onnan jönnek vagy jön bele a fény, akkor lehet látni, hogyan belenéztek ebbe a V-alakú tartományba, hogy nagyon szépen jönnek a szivárvány színek elő. Különböző fajta lámpák, mártát, amikor ennek például mondjuk átérülő zárvány, akkor csak színre állítani lámpák. Viszont azt gondoltuk tanárkodva, hogy olyan kísérleteket próbálunk összeszedni, ami talán egy kicsit más, egy kicsit extra, és nem annyira ismert. A következő kísérlet egy idejöttől vízcsapot, úgyhogy azért közeledek erre felé. Van egy kis üvegem, és ennek a üvegnek a tetejére rákötöttem. Hát én nekem otthon ilyen kongrél volt, ugye erre szoktak a nagymamák himezni. Ilyen négyzetes beosztású és kis lyukak vannak rajta, de sima gézlappal is a kísérlet elvégezhető. Megpróbálom ezt, és látjátok, hogy víz, sima víz van benne. És hogyha én ezt felfordítom, akkor mondhatom azt, hogy a víznek a nagy része az benne marad, viszont ha felfelé fordítom, akkor lehet látni, hogy folyamatosan folyik ki a víz. Meg tudja valaki magyarázni, hogy miért marad így meg benne a víz, és egy kicsi felfelé tartásnál viszont kifolyik. Hát Ötvös Loránnak nem csak az inga kísérlete volt híres, ugye a gravitációt súlyos és felvitelen tömeget vizsgálta vele, hanem a felületi feszültséggel is sokat foglalkozott, és hát most itt arra nem vállalkozunk, hogy fizika órát tartunk, és nem is magyarázzuk, hogy ez mi. Úgyhogy elég, hogyha valaki ezt megérzi, hogy egy olyan hártyaszerűség alakul ki ennek a konglénak a kis lyukain, hogy nem tud keresztül folyni rajta a víz, mert ez a kis hártya úgymond megtartja a légnyomás segítségével, megtartja benne a vizet. Viszont, hogyha oldalt fordítom, akkor be tud menni a levegő, és így a nyomáskülönbség miatt tulajdonképpen ki tud folyni. Tehát akkor ez a bizonyos hártya nincs, tehát a felületi feszültség nem tudja így megfogni. Amiért, ami igazából a nevéhez kötődik, az információ áramlásnak a magyarázata. És az én kísérletem annyiban kapcsolódik, én ezt próbáltam modellezni a fület. Nagyon leegyszerűsítve, tölcsérekre, hát van minden előtt egyébként csak kisebb méretben, és ki lehet próbálni, hogy valóban ezek a rezgések olyan tovább tudnak, ez a kicsi van, aztán vannak nagyobbak, én körbe adok olyat is, van hanghillány, és a lényeg az, hogy tessék, adok nagyobbat is, jó? Tehát a kísérletnek az a lényeg, hogy ténylegesen tapasztaljuk meg,
meg azt, hogy ezek a hullámok, ha nem teljesen feszített az a membrán, mert a dobhártyánk is ilyen típusú szerkezet, akkor rezgések hatására ugye berezonál, és tudja továbbítani a rendszer. Én annyit fogok tenni, hogy négy hangnyillám van, és hátra is adok nagyobb kövecséreket. Nézzük meg, ez majdnem olyan, most azt próbáltam modellezni, adjátok a körbe, hogy tulajdonképpen innen érkeznek a hullámok. Úgy is, amikor beszélek, ugye a fülkanyon keresztül a főső fülbe érkeznek ezek a hullámok. Hozzáérnek a dobhártyához, és ezek a rezgések továbbítanak tovább, tulajdonképpen a belső fülbe. Csak annyi az egyszerű kisebb, ez a modellezés, hogy a hangvilág érintse mindenki hozzá ehhez a membrán területhez. Ha kipróbáltak, hogy ténylegesen hallottok-e valamit, akkor ezek a rezgések valóban tovább utolnak. Igen? És akkor ezt